Sziasztok! Gyertek velem, és megmutatom, hogy mit teszek a mennyi nap. A nap első étkezése fog következni, ami nem más, mint a reggeli. Én reggelire vagy zabot szoktam, vagy rizskását szoktam, ezt látogatom. Ahhoz teszek még egy-másfél kanál fehérjét. Tojásfehérjé léből szoktam sütni egy ilyen 200 g-ot, ahhoz jutok még 2 egész tojást, avokádó, sajt, purpurkenyér, és ez szokott lenni a reggelim. A makrókat tekintve ez körülbelül olyan 60 g fehérje, 100-120 g szénhidrát és nagyjából 40-45 g zsír. Bocsánat, 30 g zsír. Lássunk is hozzá! Gondolom sokatok gyomra érzékeny, a zabra vagy fel szokott puffadni, akkor amit még javasolnék, az a gluténmentes rizskása, és igazából CH forrásnak ezt tudnám még ajánlani. Vagy ha valaki kevesebb CH van és nem visz be reggel annyit, mert mondjuk diétázik, az nyugodtan csak viheti be purpur kenyérből is. Nyugodtan ehettek kenyeret, ez is egy ilyen old school tévhit, hogy nem lehet kenyeret fogyasztani. Igazából az összes CH forrásból egy dolog lesz, glükóz a vérbe, tehát nyugodtan beleszámolod a makróidba, simán belefér. A zabot azt kétféleképpen szoktam elfogyasztani. Amikor van étvágyam tömegelésnél, ez a ritkább, akkor egy tálban nyilván vizet szoktam forralni, vagy a gáztűzhelyen megforralom a vizet, és ott öntöm hozzá a zabot, vagy megmikrózom. Vagy a másik opció, amit Kökény Béla is szokott előszeretettel alkalmazni, leturmixolom, megiszom, és egy másodperc alatt kész, és meg is ittam. De most kivételesen meg fogom menni. Zabba 150 g lesz. Még ezt megenni egy kicsit több, meginni sokkal egyszerűbb. Vagy úgy is szoktam, hogy valamennyit megeszek belőle. 70 g-ot, a többit pedig majd a Tugomix gépben fogom elfogyasztani. Só. Én szoktam sajtot is és vajat fogyasztani. Ezeket természetesen beleszámolom a zsírforrásaimba. Elég magasan van tartva napi zsír, olyan 100 g körül. Ezt kiszámoljuk, ez 900 kalóriát jelent. Ha esetleg meg akarjátok dobni a napi étrendetek kalóriabevitelét, azt a zsírrel nagyon könnyen meg lehet, mivel ugye 1 g zsírban 9 kalória van. Hát vajból nem tudom, ez nem a reklám helyett, de ilyen jobb minőségét szoktam. Sajtból természetesen alacsony zsírtartalmút. Az egyetlen dolog, amit utálok a testépítésben, az nem más, mint a főzés. Ami még megkönnyíti a dolgotokat főzés közben, az egy rizsfőző, egy turmixgép, és amit én most kidobtam, már elromlott, az egy airfryer, egy ilyen mini légkeveréses sütő, amit még ugye a költözés óta nem sikerült újat beszereznem. Fehérjéből én szerintem már 5 éve ugyanazt hiszem, a sós karamellás Isovate, ez is az. Szoktam egyébként TrueWeight, a TrueWeight azért nem kedvelem a rizskásához és a zabkásához, mivel több enzim van benne, méztőenzim, ezáltal a rizskása és a zabkása ilyen folyóssá válik, és az annyira így, mikor fizikálisan akarod elfogyasztani, az úgy nem annyira jó, hogy ilyen leves lesz belőle. Ez csak úgy szemmel áfonya, amit tudni kell róla. Nyilván diétában is lehet fogyasztani, bármikor lehet gyümölcsöt fogyasztani, diétában, tömegelésnél. Ez is egy ilyen old school metódus volt, hogy a fruktózt ki kell zárni az étrendből, mert a fruktóz az gonosz és rossz. Ez egy totális nagy baromság. Egyébként az áfonya rengeteg antioxidáns tartalmaz, ami nagyon-nagyon egészséges. Ami még nem hiányozhat a reggeliről, de most az is hiányzik, a marhasonkát szoktam még fogyasztani, brezzaolás. Nyilván, mikor versenyre készülök, ennek a mennyiségű ételnek nagyon örülnék, de itt tömegelésnél és nyáron borzalmasan nehéz enni. Ami még segíthet ilyenkor, olyan dolgokat fogyasztani, ami kis volumenű, kis tömegű, és mégis nagyobb kalóriatartalmú. Ezért szoktam majd ezt elmondom, mikor főzök, sushirista alkalmazni, mivel kevesebb vizet vesz fel, kevesebb lesz a tömeg, a volumen a rizsnek, mégis ugyanaz a CH mennyiség, mintha esetleg jázminrizst fogyasztanék, és az körülbelül kétszer annyi több vizet vesz fel, mint a sushi rizs.
vitaminjém egy részét ezt reggel szoktam bevenni, ami áll egy komplex multivitaminból, az Essential Packból. Ez teljes egészében lefedi a napi vitaminbeviteleteket. Minden tartalmaz, viszont én még kiszoktam egészíteni egy-két dologgal. Természetesen izületvédővel, most, hogy volt sérülésem, még nagyobb szerepet kap. Omega 3, ami szerintem az egyik legfontosabb tápkeg a vitamin után. Rengeteg dolgot el lehetne róla mondani, nyilván csökkenti az LDL koleszterint, vagyis a rossz koleszterint, szív- és érrendszernek pozitív hatása támogatja, tesztoszteron szintre jó hatással van. Igazából nem tudsz olyan dolgot mondani, mint az omega 3 nem tud. Úgyhogy ebből szoktam kettővőkanállal. D3 vitamin, attól süt a nap még ugyanúgy ilyen terhe is, mert extrém bevitelre van szüksége a szervezetnek. Ez ugyanúgy még D3, nem tudom, miért lettem kettőt. C-vitamin, a vitaminpakban azt hiszem van 1000 mg, nem tudom pontosan, de igen. Viszont én még kiszoktam egészíteni naponta olyan plusz 3-4000-re, nagy kárt nem tudtak vállalkozni. Berberin, ami nem egy elterjedt tápkeg, viszont nagyon fontos ilyen mennyiségű szénhidrátnál. Ez a szénhidrát anyag cserére van hatással és az inzulin termelésre pozitívan támogatja és fenntartja, bocsánat, az inzulin szenzibilitást, inzulin érzékenységet. Acetil-L-cisztein, ez egy nagyon erős antioxidáns. Itt arra kell figyelni, hogy minél távolabb időpontban vegyétek be a edzésektől. Melyik a Q10 koenzim, ez is egy nagyon erős antioxidáns, amit fogyasztok. Amit nem raktam ki, és nagyon-nagyon fontos nekem is, és gyakorlatilag minden sportolónak, aki, hát most ezt nem fogom elmondani, mit használ, de egyéb teljesítményfokozó szereket, mivel sokkal sűrűbb lesz tőle a véred, és miért ezt el lehet mondani most? Egyébként a natokináz az egy kajdlóhéjából kimondt enzim, lehet most hülyeséget mondok, ami azt a szerepet tölti be, hogy ha nagyon sűrű a véred, akkor higítja. Most mondanátok azt, vagy gondolnátok azt, hogy erre tök jó lehet az aspirin, viszont az aspirin az egy alfa C17 alkaliát, vagyis szájon átszedhető gyógyszer, amit természetesen le kell bontani a májnak. Viszont ez egy természetben nem ez, hanem az a natokináz, ez egy természetesen előforduló anyag, amit a májnak nem kell lebontani. Én nem terítek le pluszban, tehát az egy nagyon fontos tápkeg. Ami még borzasztóan kiemelten fontos szerepet kap a napi tápkeg arzenálomban, az olasvaganda. Ezt reggel nem szoktam fogyasztani, mivel reggeli után még van egy étkezésem, és utána szoktam menni. És ami ezt kiemelten fontos szerepet játszik, az csökkenti a stressz és a kortizolt. Viszont edzésőt ezt a kortizolt nem annyira jó csökkenteni, mivel nem állt, ha edzés közben valamilyen szinten kicsit idézőjelben agresszívabbak vagytok, vagy jobban fókuszáltok. Az asfagandától sokkal nyugodtabb vagy, sokkal relaxáltabb vagy, úgyhogy ezt inkább edzés után és a lefekvés előtt szoktam 1000 mg-ot. Tehát edzésőt ezt ne fogyasszátok, viszont közvetlenül edzés után és lefekvés előtt nagyon javasolt. Ez meg egy másik Q10 koenzim, és igazából ennyi a napi tápkeg arzenálom. Itt válik el a férfi a gyermektől. Hogy veszed be a tápkegjédet? Na, az darabja. Két bogyó az arcba, és indulás a harcba. Maga háromban egyébként nem tudtok sokat defenni, úgyhogy nyugodtan leúszhatjátok az üveggel. Egyébként azt hozzátenném, hogy finom az íze. Nem, tényleg finom. Ilyen citromos. Most pedig lássunk hozzá az edzés előtti étkezéshez, ami nem más lesz, mint 200 g csirke, 150 g rizs, mivel ez most magas napon van, 150 g nyers rizs, itt a sushi rizs, amit említettem. Zöldséget nem vettem ki, nem vagyok egy nagy zöldségfogyasztó egyébként ilyenkor. Ez most Thai style vegetable lesz, van ebben minden. Vitamin paprika, póréhagyma. Hát a húsfogyasztásom az abszolút nem sok, napi 80 deka. Igazából most így el lehet mondani okosságnak, hogy a fehérje beviteltek körülbelül olyan 1,8 és 2,5 gram testsúlykilogrammonként a plafon. Afelett fogyasztani bármilyen sportolónak, naturál, nem naturál, abszolút teljesen értelmetlen, mivel
attól többet a szervezet, nem az, hogy nem vesz fel, de igazából nincs szükség. A szénhidráttal nyilván lehet játszani, ott vannak nekem is alacsonyabb napok, ami 600 g, vannak magasabb napok, ami 900 g CH, de a fehérjével, a fehérjét manipulálni, vagyis a fehérjét ingadoztatni, vagy játszani, vagy ilyen 2 kg húst tenni, az abszolút, tehát felesleges. A fehérje az mindig fix, nálam az ilyen, a legextrémebb is ilyen, tessük, a 2-8 vagy 3, de igazából olyan optimális ilyen 2-5. Én azt ajánlom nektek, hogy fehérjéből szerintem ilyen 2 g és 2,2 g tessőkragon mindigként maximálisan elég. És a szén, inkább a szénhidráttal játszhatok, ott lehet magasabb nap, alacsonyabb nap, moderáltabb nap. Ez nyilván függ attól, hogy miért edzettek, milyen periódusban vagytok, off-szezon, on-szezon, diétáztok, nem diétáztok. Diétában is érdemes a nehezebb edzésnapokon. Nyilván, amikor már verseny felé közeledtek és kalória megszorításon, ott annyira nem lehet manipulálni, de a diéta első és második szakaszában nyugodtan lehet magas napokat tartani, amit természetesen hátnaphoz raknék be és lábnaphoz. És például még a másik nagy kérdés, amit szoktatok kérdezni, vagy minden kérdezt fogom megkérdezni, meg videókban is érdekel, hogy mennyi húst érdemes fogyasztani étkezésenként? 200 g, 250 g, 180 g? Étkezésenként többet fel tud-e venni a szervezet, mint 50 g? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Nyilván ez izomtömegfüggő, nem életkor függő. Amit én szoktam fogyasztani az én izomtömegemmel, most jelenleg vagyok 137 kg, az 20 g étkezésenként, vagy 20 deka, bocsánat, 20 deka étkezésenként. Tehát nem szoktam ilyen 30-35 dekát enni, semmilyen húsból. Nem is bírom megenni igazából, nem is kívánom. A fehérje forrásomat is variálom egy napon belül, de ez is totálisan változó. Valamikor 2 étkezés csirke, 1 étkezés marha, 1 étkezés ladac, valamikor 3 étkezés csirke, 1 étkezés marha, vagy valamikor 2 csirke, 2 marha. Viszont amit javaslok és ajánlok, hogy mindenképpen variáltok akár egy napon belül, akár az, hogy egyik héten így, másik héten úgy, tehát az egyoldalú táplálkozás az sosem jó dolog, és ezt sokan szalkózzák, és emellett is teszem én le a voksomat, hogyha egy fehérje forrás, egy CH forrás mindig, előbb-utóbb az a szervezetednek nem lesz jó, és meg fogja unni, puffadni fogsz, emésztés problémáid lennek hasman, és előbb-utóbb azt fogod észrevenni, hogy ugyanattól a táp anyagtól, tegyük fel csirkétől, rizstől, amitől nem puffadtál, huzamosabb időn keresztül a fogyasztod naponta, azt fogod észrevenni, hogy puffadsz, majd a hasad, stb. Úgyhogy mindenképpen váltogassátok. Nagyjából olyan 25 és 30 g rostot kellene fogyasztani naponta. Nem vagyok egy nagy zöldségfogyasztó, ezt említettem, viszont tényleg nagyon fontos, hogy a megfelelő bélflórához hozzájáruljon, mivel ha van valami problémátok, emésztési probléma, puffadtok, és nem jó a bélflórátok, akkor a probiotikum nem a legmegfelelőbb, mivel mindenkinek a bélflórája eltérő és más-más baktériumokat tartalmaz, ezért mindenkinek speciálisan összerakott probiotikum kellene, ami gyakorlatilag lehetetlen. Viszont a jó megoldás erre, hogyha megfelelő mennyiségű és minőségű rostot fogyasztottok, akkor tökéletesen fog működni a bélflórátok, és nem kell külön probiotikumot szedni. És ebben a zöldség az kiemelten fontos szerepet játszik. És ennyi. És látjátok, ez nem vesz fel olyan sok vizet, és a 600 g rizs, igen, most 600 g volt, az sem fog úgy megdagadni, hanem csak ilyen kis szolid méretű marad. Ez étkezésenként kifőve körülbelül olyan 350-60 g. Az étkezések számának 4-szer, 5-szer, 6-szer nagyon nincs jelentősége, abszolút nem számít. Nyilván nekem, vagy egy nagyobb bizonytalanú embernek, versenyzőnek azért teszünk többször, mivel sokat kell enni, és ezt ekkora volumenű kaját, azt 3 étkezésből nagyon-nagyon sok lenne megenni. Viszont ha te diétázol, vagy tömegelsz, és ha megvan az adott napra a makróid, mondok egy számot, 300 g CH, 200 g fehér, 50 g zsír, az teljesen mindegy, hogy te 6 étkezésből eszed meg, 7-ből, 10-ből, 20-ból, vagy csak megeszed 3 étkezésből, és sokkal jobb úgy enni például a diétázó, és kevesebbet kell enned, hogy 3-szor jól laksz, mint ha mondjuk 5-ször kevésbé. Ezt tudom még tanácsolni.
Jó, az edzés előtti étkezésem, az 200 g csirke, 150 g rizs, szárazon mérve persze, és szoktam még avokádót, salátázok még egy fél avokádót. Az avokádó is szívési rendszerhez nagyon-nagyon jó, tele van káliummal, az avokádó is csökkenti az LDL, vagyis a rossz koleszterint. Edzés előttre mindenképpen olyan alapanyagot javasolnék, olyan húsfajtát, olyan CH forrást, amit nagyon könnyen tudtok emészteni, és mire odaértek edzésre, akkor üres lesz a hasatok, és nem a testnek nem ahhoz kell koncentrálni az energiát, hogy emészszem, hanem üres hasat tudjátok kezdeni az edzést, és sokkal komfortosabb érzés úgy edzeni, mint tele hassa. Most pedig, mivel magas napon van, amint említettem a videó elején, ezért lábazni fog, ami a hét egyik legnehezebb edzése. Ezt feldobjuk, ezt magunkhoz vesszük és indulunk. Megérkeztem edzésről, és az első dolgom nem más, mint egy rizskását fogok elfogyasztani. 200 g rizskása, az egy egész zacskó. 2 adag izolátum, ájzovej, sós karamellás. És ami még nagyon fontos edzés után, a fruktóz, egy banán. Mivel a májban lévő glikogént, az csak is fruktóz képes visszatölteni. Úgyhogy egyetek gyümölcsöt edzés után. És ami nagyon fontos, nem maradhat el, az bent van itt, az asfaganda edzés után. 2. Tehát ez volt az edzés utáni túlmixom. Rá egy másfél órára szoktam egy szilárd ételt elfogyasztani. Mondjuk, ha nem túlmixként iszom meg, akkor ez is szilárd. És az edzés utáni étkezésem, az vagy darált marha szokott lenni, vagy most nincsen itthon bélszín, ezért csak hátszín lesz. Hátszín ugyanúgy 150 g rizssel és zöldséggel. A steaket fűszerezni nem kell túlzásba inni. Só és bors, mivel elég karakteres és markáns az íze amúgy is a marhának. Lassan egy ilyen főző műsorba csapat. Utolsó előtti étkezésem az a táskából veszem ki. Az, amit a nap elején is megcsináltam, az nem más, mint tadám! Rizs, zöldség és csirke. De ezt nem itt fogom elfogyasztani, hanem a tévé előtt. Ha esetleg nem fogyasztasz minden nap lazacot, akkor egyébként az omega-3 6-9 kiegészítés borzasztóan fontos. Nyilván nem feltételezem, hogy mindenki minden nap enne lazacot. Úgyhogy az, amit mondtam, alapkiegészítő. Én még pluszba ezt ki szoktam egészíteni nyers lazaccal, amit nyilván megsütök. Amiért szeretem a lazacot megenni, említettem, hogy ilyenkor tömegelésnél nagyon nehezen van étvágyam. Ezt, ha jól átsütöm, hogy a külső ilyen ropogós, a belső pedig ilyen puhább, bomlós, úgy szeretem. Az rizsre összekeverve, mivel olajosabb a lazac, az tök könnyen csúszik. Úgyhogy ez egy nagyon könnyen és gyorsan fogyasztható, finom étkezés. És elérkeztünk a nap végéhez, az utolsó étkezés, ami nem más, mint 220 g lazac, szokásosan még mindig 150 g rizs, sushi rizs. Ezt meg szoktam enni, utána egy gyors zuhany vagy fürdés, és be szoktam menni az esti tápkegyémet, ami nem más, mint amint említettem a videó elején is, asfaganda. Nyugodtabb alváshoz mellé még szoktam rakni cinket, ez is rendkívül fontos a tesztótalma, és ez is esetleg nem lenne
Ruszbefit, ezt nem mondom, ezt tudok be. Nagyon fontos az éjszakai a nyugodtabb alváshoz, magnézium a nyugodtabb idegrendszerhez, és ami még nincsen itt, és nem raktam ki, az a macskagyökér, vagyis a valerián szoktam még. Plusz, amit még érdemes fogyasztani esetleg lefekvés előtt, a gaba, ami még segít az alvás minőségén javítani, és a melatonin, ami nem biztosít mélyebb alvást, viszont ha veszel be melatonint, akkor sokkal gyorsabban tudsz elaludni. Ez volt a napi tápanyagbevétel, napi étkezéseim. Amint láttátok, rengeteget kell, nagyon sokat kell enni, nagyon nehéz annyi kaját megenni, úgyhogy nap végén ilyenkor felüldülés, gyorsan kajálni, zuhanyozni és nyugovóra térni. Remélem tetszett a videó, ha esetleg még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, kommenteljétek a videót. Sziasztok, jó edzést!